A 2004-ben alakult NKK többek között résztulajdonosa a Kékcápák NB1 bis csapatának, de az egyesület elsődleges célja az utánpótlás nevelés. Az ötvös gyakorlóban 4 korosztályban 5 csapat készül és indult el a regionális bajnokságokban. Az előkészítő csoport melletti U11-es, U12-es és a két U14-es együttes nem jutott fel az országos főtáblára, de az egyesületi elnök szerint így is elégedettek lehetnek az elmúlt szezonnal. Alapvetően nekünk mi jelenleg nem az a célunk, hogy igazán jó eredményeket érjünk el, megpróbálunk jövőre majd egy U14-es csapattal ebben egy kicsit előrelépni. A fő cél az, hogy a gyerekek megszeressék a kosárlabdát, megszeressék a sportot, minél többen kosárlabdázzanak. Az edzők nevei, Ferenci Tamás vitte az U14-es csapatunkat szegény Zentei Levente halála után, az U12-es csapatot és az U11-es pedig Pejvás Lajos edzette. Idén annyi a változás, hogy Füzes Tamás kapcsolódik még be az edzői csapatba, és hát nekem is van egy edzői végzettségem, de én általában csak ilyen kényszerbeugró vagyok, hogyha bárkinek bármilyen elfoglaltsága van. Az NKK tavaly 8 csapatos fiú nemzetközi tornát rendezett Nyíregyházán. Az úttörő kezdeményezés sikerét látva nem volt kérdéses a folytatás. Ez volt az első fiú nemzetközi utánpótlás torna. Az U14-es korosztályban rendeztük meg tavaly az ötvös kupát, amit már régóta rendezünk. Pont ezért bővítettük nemzetközivé a létszámot, és az országosan is olyan csapatokat, utánpótlás csapatokat hívtunk el, akik az NB1-ás csapatok, utánpótlás csapatai, Szolnok, Honvéd, az mondjuk pont Bécs, de a MAFC, vagy az Óbudai Kaszások, vagy most már Debrecen, akik egy minőséget képviselnek, szeretnénk ezzel a nemzetközi tornával is a minőség irányába elmozdulni. Idén szintén megrendezzük ezt 8 csapattal, terveink szerint már nem csak 2, hanem 4 külföldi csapattal. Szeretnénk ezt megrendezni. Én bízok benne, hogy ez egy olyan utánpótlás tornával növi ki magát, mint sok más hasonló Budapesten vagy Székesfehérváron, és ide is majd szeretnek járni mind a külföldi, mind a hazai csapatok. Makrai László még elmondta, hogy együttműködnek a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Sunshine-ics együttesével, így 14 éves koruk után a két egyesületnél folytatják pályafutásukat a náluk nevelkedett kosarasok.